Kutya meleg van, a Sárospataki állatmenhely négy lábú lakói ennél hosszabban már nem tudnák lógatni a nyelvüket. Az ebek a nagy hőségben bágyadtak, a szokásos csaholás az idegenek láttán most elmaradt. Alig volt kutya, amely megugatta volna a hírhét stábját. Amelyik állat csak tehette, valamelyik fa alatt hűsölt. Az állatmenhely dolgozói azt mondják, amióta megkezdődött a kánikula, naponta több mint 100 liter vizet öntenek a tányérokba, hogy a kutyák is bírják a meleget. Még más időszakban elegendő naponta egyszer-kétszer vizet adni a kutyáknak, ilyenkor bizony naponta többször ellenőrizzük, hogy van-e vizük, megitták-e, vagy esetleg kiborult-e a vizük, amit pótolni kell. A másik fontos dolog, hogy árnyék legyen számukra. Amelyiknek nincs természetes árnyék, akár egy nagyobb ház vagy bozót, annak akár még különböző lapokat is támasztunk a ház mellé, hogy elegendő árnyékot adjon. A menhelyen naponta 3-4-en dolgoznak kint a legnagyobb forróságban is, hogy ellássák a kutyákat. A megfelelő körülmények biztosítása embert próbáló feladat. Az utóbbi időben azonban egyre több segítségük is akad, olyan fiatalok, akik nem nézik tétlenül a magukra hagyott ebeket. A nyári hónapokban nagyon örülünk neki, hogy sok fiatal kilátogat, és főleg a délutáni órákban nagyon sokat segítenek az etetés, az állatok itatásában, a gondozásban, és így azt hiszem, hogy ezt a megnövekedett feladatot vagy munkát tökéletesen el tudjuk látni. A munkát jelentősen segíti, hogy a szezonális éttermek, büfék is felajánlották az állatmenhelynek az étel maradékokat, így bőségesen tudják etetni is a menhely állatait.